A Fidesz célja Gödöllőt elfoglalni, erre ment ki a hulladékszállító megtámadása is, de azt álmomban sem gondoltam volna, hogy a helyi Fidesz politika képes 350 000 ember biztonságos szolgáltatását kockára tenni, kicsinyes politikai céljaik elérésére, mondja Gémesi György. Vendégünk Gödöllő polgármestere. Is, mert ugye korábban MDF-es, most meg Új Kezdet nevű pártnak a vezetője. Van ilyen párt még? Van, hogy ne lenne. Van is egy a parlamenti képviselőnk, úgy hívják, hogy Honkrisztó, ő polgármester asszony volt Mánfán, kiválóan dolgozik, szakpolitikát végez. Ő az LMP által az LMP frakcióban van, azon a listán igen, egy mandátumunk volt, és ő egyébként ezt a két párt közötti megállapodás alapján nem is kell, hogy titkolja, ő Új Kezdetesként a korrekt kereteken belül végzi a dolgát. Egyébként létezik a párt? Működik a párt? Csinál valamit? Működik a párt, nem azt gondolom, hogy csúcsra van járatva, de azért az önkormányzati választásra készülünk, ez fontos számunkra. Vannak azért polgármestereink, akik szeretném, hogyha sikeresek lennének a továbbiakban is. Hát az Új Kezdet, ha jól emlékszem, a polgármesterek pártjaként jött létre. Hát a polgármesterek pártjaként szerettük volna, aztán azért nekem is sok tanúság volt a dologban, hogy meddig mehet el egy polgármester a politikában és a politizálásban, és ugye itt azért a kezdeti lelkesedés után nagyon sokan háttérben maradtak. Ezt és hogy nem érti, megfenyegették őket, hogy nem kérem? A Fidesznek megvannak azok az eszközei, amivel a polgármestereket bekényszerítik egy típusú folyamatba, egy típusú útra. A legegyszerűbb a település finanszírozása, a pályázatokon való eredményes részvétel, aztán ha ez nem elegendő, akkor azért vannak más eszközök is, amit máshol is használ adott esetben a politika, hogy a polgármester ne nagyon mozgolódjon. Hát adott esetben megkotorázzák a dolgait, ha vannak neki olyan dolgai, vagy adott esetben olyan... Ha nincsenek, majd lesznek. Hát ha nincsenek, akkor lesznek, igen. Hát én ezt magam is látom, hogy vannak eszközök egy polgármester exercíroztatására. Nyilván vannak, akik rutinosabbak, vannak, akik kevésbé rutinosak, és vannak, akik egyetlen nem mernek a napra jönni, mert féltik azt a kis pozíciót, amit ők polgármesterként megszereztek, vagy netán adott esetben fideszes polgármesterként meg nem is lehet nekik megszólalni, vagy mást mondani. Azért hoztam ezt szóba, mert amikor a szemétszállítási ügy kirobbant, ugye az Gödöllőn is környékén robbant ki, talán emlékeznek a kedves nézők, a Zöld Híd Kft. Története. Volt olyan politikus, ellenzéki politikus, aki azt mondta, hogy ez nem a hulladékról szól, hát itt szó nincs sem finanszírozásról, sem szemétről, ez a Gémesiről szól, le akarják vadászni a Gémesit. Hát hulladékról is szólt azért, mert hát persze, mert végül nem vitték el a szemetet. Hát nem csak annál csak a végpont volt, azért ez egy több éves folyamat, az egész Kuka Holding létrehozása, én többször nyilatkoztam. De látja, most is elviszi valaki a szemetet, meg máshol is elviszi. Most is elviszi a szemetet, de nézzük meg a finanszírozási oldalát, és azt, hogy tulajdonképpen tavaly, amikor ez az egész Zöldhíd Régió botrány kirobbantottam, az országos hulladékgazdálkodási problémák alapján is, akkor utána a kormány azonnal 26,5 milliárdot jóváhagyott extra támogatást a Kuka Holdingnak, utána leváltották a teljes Kuka Holding vezetését, utána még egyszer 5 milliárdot jóváhagytak, ma sem elegendő ez a pénz, és most például nálunk jól látszik az, hogy a Zöldhíd Régió Kft. Szolgáltat, tehát minden hatósági engedélye megvan, de a katasztrófavédelem finanszíroz gyakorlatilag azóta, mióta én ezt elindítottam, mert egész egyszerűen nem voltam hajlandó eltűrni. Ezzel csak azt bizonyítja most be, hogy önnek igaza volt. Teljes mértékben igazam, ha ezt most személyesre vehetem, én nem kételkedtem akkor sem, amikor itt ült velem szemben, és ezt elmondta, de ahhoz mit szól? Hogy azt mondják, hogy korábban azért nem avatkozott be ugyanígy az állam, mert korábban is adhattak volna 30 milliárdot arra, hogy finanszírozzanak, meg korábban is jöhetett volna a katasztrófavédelem segíteni, mert azt várták, hogy a Gémesi György majd ebbe belebukik. Azt gondolom, hogy a kettő párhuzamosan folyt azért, mert szép lassan ez a kivéreztetés a hulladékgazdálkodási társaságoknak elindult, és tényleg a árat ugye ők határozzák meg, a pénzt nem szedték be, visszaosztanak annyit, amennyit gondolnak, és ez előbb-utóbb egy kivéreztetési folyamatot indított el. Én mertem elmondani egyedül, világosan, egyenesen, abszolút szakmai alapon ezt a kérdést, ez fájt a Fidesznek. Ez volt az egyik dolog, a másik pedig nyilván az is fájt, hogy van valaki, aki elmeri mondani. Van valaki, aki elmeri mondani a sajtóban azt a botrányos egész magyar hulladékgazdálkodási helyzetet, ami abszolút szakmiatlan, és ami rossz politikai döntések sorozatának az eredménye. És ez zavaró volt, ezért nyilván meg a közelgő önkormányzati választások miatt is valamit lépni kellett, és ők meglépték azt a piszkos politikai játszmát, kiadva a feladatot a helyi és regionális fideszes politikusoknak, hogy ezt ilyen formában kell vonalat húzni, és Gémesit nyilván eltávolítani. Én ezt egyébként tudomásul vettem, úgyhogy nem mentem. Volt már olyan, hogy fideszes barátilag felhívta, hogy Gyuri, vigyázz? Persze. Olyan is volt, hogy más üzeneteket is kaptam, de én erről most azért nem nyilatkozom. Engem ezek volt olyan, megfenyegették? Jósoltak bizonyos jellegű folyamatokat, ami be fog következni majd, és ezt információként háttérben megkaptam. És bekövetkeztek? Nem következett be, mert nem volt meg az alapja. De keresgettek, most is keresgetnek, igyekeznek olyan jellegű dolgokat találni, vagy kreálni. Ilyenkor mit mondanak egy polgármesternek? Küldjük a NAV-ot? Küldjék, hát nem volt az ászló. De ezt mondják ilyenkor? A NAV-ot is küldhetik hozzám, megnézhetik a számláimat, megnézhetik a magánszámláimat, én bemutatom bárkinek bármit. Hát akkor mivel tudják önt fenyegetni? Hát ez az, hogy ha már tudtak volna, akkor nagyon keményen háttérbe szorítottak volna. Na most ennek fényében idén önkormányzati választás megint elindul? Persze, hát már elindult. Az országgyűlési képviselő furcsa módon 3 évig vagy 4 évig nem jött a képviselőtestület ülésekre, most minden képviselőtestület ülésen ott van, mindig nyilatkozik, a fideszes képviselők aktívabbak, ezzel nincsen semmi baj, én láttam már ilyet, tehát 29 éve vagyok polgármester, azért volt egy pár hatalom, idézőjelbe téve, akinek nem tetszett az, hogy én őszintén elmondom a véleményemet, és nekem gödölő a fontos, és az, hogy az önkormányzatiság az értékeinél tudjon maradni, ami messze nem az, mint volt egyébként korábban, de ezeket én számomra ezek nem újdonságok. Sajnos az az igazság, hogy mindig találnak olyan embereket, akik ezeket meg is valósítják, és ez azért elgondolkoztató és elszomorító. Lesz kihívója Gödöllön? Biztos, hogy lesz. Hát majd meglátjuk. Ellenzéki is? Ezt nem tudom, én nem foglalkoztam még ezzel, a köztársasági elnök úr még nem írta ki a választásokat, mi nekünk a költségvetésünk most már január végén elfogadásra került, rengeteg feladatunk van, igyekszünk megvalósítani, hogy úgy tudjuk az 5 évet bezárni, hogy büszkén és bátran mondhassuk azt, hogy a következő kör bizalmára is szeretnénk igényt tartani, ha megkapjuk. Polgármester úr, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Mindjárt folytatjuk a kontrával.